Spiritus, bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a képmás magazin Pszichológiai Podcast műsorát hallják. Vendégeink a lélek bonyolult működését jól ismerő szakemberek és olyan ismert személyiségek, akik bátran beszélnek életük legnehezebb és legörömtelibb időszakairól, küzdelmeikről és felismeréseikről. A boldogsághoz önmagunk és a többi ember viselkedésének megértésén keresztül vezet az út. Tartsanak velünk! Köszöntöm a Spiritus hallgatóit, német Szilvia vagyok. Mai vendégem egy országszerte ismert és kedvelt klinikai szakpszichológus, aki a hagyományos értelemben vett pszichológusi tevékenysége mellett sikeres író és előadó, Népes követőtábora van a közösségi médiában. Fellépett már nálunk is korábban a Képmás Estek sorozat vendégeként, most pedig itt a Képmás Podcast stúdiójában. Köszöntöm sok szeretettel, doktor Almási Kittit. Köszönöm Ölök, szépen a meghívást, köszi. Azt olvastam a honlapodon, hogy a szakmai tevékenységednek alapvetően az a célja, hogy minél több embert segíts abban, hogy a kudarcait alapvetően tanulságként élje meg, többet lásson és fogadjon el önmagából, és legyen pozitívabb az önbecsülése. Ma is egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami az önbecsüléssel szorosan összefügg, az irítséget, a kibeszélést, és ami ezek hátterében húzódik, az indulatok helytelen kezelését vesszük górcső alá. Olvastam a témában írt könyvedet is, sok izgalmas felismerésre mm -hmm. jutottam általa. Mielőtt belevágnánk a sűrűjébe, egy picit árnyaljuk a fogalmakat. Ugye a kibeszélésnek van egy olyan válfaja, egy olyan típusa, ami nem feltétlenül rossz. Itt a plegykára gondolok, amiben amiről te is megemlékezel a könyvemben, de könyvedben egy picit kérlek, hogy tegyük tisztába ezt a két fogalmat, hogy mi a különbség a plegykálkodás, illetve a rossz indulatú kibeszélés között. A plegyka tulajdonképpen, ahogy írok is róla, meg van ennek kutatója is itthon. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg, ha valaki szeretne utána járni, akkor meg fogja találni a kellő szakirodalmat. Tehát a plegykának van azért egy előnyös része is. Tényleg azt gondolom, hogy a pletyka, ami. Tulajdonképpen azt is jelentheti jó értelme, hogy szájról szájra terjed annak a híre, hogy valaki ilyen vagy olyan, valaki például nagyszerű cipész, a másik meg egy nem megbízható, kömüves vagy bármi hasonló az ugye segít nekünk egy picit az eligazodásban. Ami a nehézkes része ennek, hogy tudjuk, hogy minden átadott információ torzul, ugye ezt szoktuk is játszani különböző gyerektáborokban, mert hogy, hogy adjuk egymás fülébe az infot, és egy rövid kör alatt már a végére egészen más eredménye lesz annak az eredeti mondatnak. Tehát, hogy ebben van egy torzulás, tehát tudjuk, hogy azért egy plegyka, ez nem egy megbízható hírforrás, viszont segíthet minket egy picit abban, hogy mondjuk a, a társas kapcsolatainkban, esetleges döntéseinkben így, így eligazítson minket. A másik része, amikor rossz indulatú kibeszélésről beszélünk, annak a lényege azért mindenképpen a lehúzás. Tehát ott nem egy információt adunk át, amivel adott esetben segítjük a másikat, ott nem a a másikra vonatkozik a, a a közlésünknek a lényege, hanem arra a személyre célzunk, akiről beszélünk, és a célunk mindig az rossz indulatú kibeszélés esetén, hogy az ő renoméját, megítélését egy negatív színezettel lássuk el, lehúzzuk őt valamennyire. Tehát a legtöbb esetben a rossz indulatú kibeszélés célja, hogy mások se gondoljanak túl jót az adott illetőről, tehát valahogy szétromboljuk azt a, azt a véleményt, ami az illetővel kapcsolatban kialakult, vagy hogyha már rossz a vélemény, azt még inkább elmélyítsük, súlyosbítsuk. Tehát valamiért abban jól érezzük magunkat attól, hogy az illetőt mások sem szeretik velünk együtt. Jó, sejtem, hogy, hogy mindkettő a plegykálkodás és a rossz indulatú kibeszélés is Alapvetően inkább a hölgyekre, a nőkre jellemző. Úgy tűnik nekem, hogy a férfiak, és erről te is írsz röviden a könyvedben, inkább a szemtől szembeni konfrontáció hívei. Tehát, hogyha nekik valami bajuk van a másikkal, akkor ők azt így hamarabb mondjuk a képébe vágják. Ahelyett, hogy a mögött beszélnék ki. Igen, hát mondjuk mindig megijedek, főleg így szakemberként, ha általánosítani kell, és az mondja, a nők ilyenek, a férfiak annak, mert tudjuk, hogy ilyen nincsen, tehát nincsen, hogy általában a nők, vagy általában a férfiak, hogyha történetileg megnézzük, akkor igen, a nők gyakrabban kellett, hogy éljenek ilyen technikákkal, mert az érvényesülésnek ez egy nagyon fontos eszköze volt, hiszen mondjuk nagyon sokáig a nők azért sokféle módon nem tudtak érvényesülni, vagy magukat megmutatni hanem egymásról gerjesztett történetekkel tudták az esetlegesen túl, túl, menő versenyzőt visszahúzni, vagy hogy mondjam, így kaptak ők is esélyt, mondjuk a párválasztás kapcsán, vagy bárhogy elhelyezkedhessenek, elhelyezkedhessenek ugye ebben a hierarchiában. Tehát azáltal tudták elérni, hogy esetleg rossz hírét keltették az adott nőnek, annak a riválisnak. És igen, emiatt általában ezért ezt gyakrabban tapasztaljuk, és a férfiaknál azért én azt gondolom, hogy a legtöbben alátámasztják, hogy az a jellemző, hogy ők valahogy gyorsabban, könnyedebben kezelik a konfliktusaikat, és nem az ilyen ö, egymás háta mögötti technikákkal élnek. Viszont azért azt is látni kell, hogy nagyon sokat változtak a nemi szerepek, és ennek kapcsán azok az eszköztárak is kibővültek, amik mondjuk jellemzik a férfiakat és a nőket. Tehát, hogyha megnézem azt, hogy akár egyéni beszélgetések, konzultációk kapcsán, akár csoportok kapcsán látom-e ezt előfordulni férfiaknál, igen, már látom. Tehát például a párválasztás kapcsán, ahol ugye azért óriási verseny van, és vannak azok a férfiak, akik azt érzik, hogy mondjuk bizonyos típusú férfiakkal nem tudnak versenyezni, ott már gyakran láttam megjelenni ezt a típusú dolgot, aminek a célja az volt, hogy azért XY menő versenyzőről azért egy negatív képet festettek a nők számára, tehát ugye az volt a céljuk, hogy azért a nők ne ajnározzák az ilyen és ilyen típusú férfiakat. Miért van szükségünk erre? Ugye ez egy nagyon gyakori jelenség majd azt is megkérdezem egy picit később, hogy egyáltalán a praxisodba vagy, vagy, vagy az ismerőseid között van-e olyan, aki egyáltalán nem irígy, akiben a rossz indulatnak, a kibeszélésnek tényleg még a, a csiráját sem lehet felfedezni, de azért inkább arra tippelek, hogy a töb, többség, az emberek többségénél azért az jelen van jellemző rájuk. Miért van nekünk erre szükségünk? Miért nem foglalkozik, törődik mindenki a, a saját maga dolgával? hát csodálatos lenne nyilván így élni, de nagyjából azért nem, nem teljesen reális ez, a, ez, az elvárás részünkről, hogy ezt, ezt elérjük, mert ugye az összehasonlításnak mindig lesz szerepe. Minden új helyzetben, minden társasági szituációban szükségünk van arra, hogy tájékozódjunk azt illetően, hogy mihol helyezkedünk el az adott csoportban. Ez most nem feltétlen hierarchia vagy nem verseny, de valahogy tudnunk kell a helyünket, kivel szemben hogyan kell viselkednünk, hogy érdemes egyáltalán, mit remélhetünk egy adott helyzettől. Tehát most, ha valakit a, nem tudom, szépsége érdekel, akkor azt méri föl, hogy abban hol helyezkedik el, ha valakit a tudása, akkor arra figyel jobban, hogy kitől mi jön. Ha valakit a befolyás kérdésköre izgatja jobban, tehát hogy ki áll jobban ilyen téren, akkor úgy fog helyezkedni, vagy az szerint sorolja be magát. Ez tényleg attól függ, hogy kinek mi az érzékeny pontja, ahogy én szoktam mondani, milyen versenyben indult el a saját szempontjából. Szóval ez egy eligazodás, az összehasonlítás. És az összehasonlítás mentén már egyéni érzékenységtől függ, hogy hogy reagálunk arra, hogyha más fölöttünk helyezkedik el. Aki úgy nevelkedik, egy olyan értékrendel van, hogy mély elfogadásban van azzal, aki, amilyen, ahol tart, tehát szereti az életét önmagát, tehát tényleg a, ahol tart éppen az életben, az kevésbé érintett a témában. Az lehet, ő azt látja, hogy a másik szebb, okosabb, gazdagabb, sikeresebb, bármi olyan ö, jellemzőt mondhatok, ami adott esetben érzékeny lehet másoknak, ő, ő azt tudja mondani, hogy ez így rendben van. Azért, mert ő nem vágyik most éppen arra. Azok az emberek, hát nem azt mondom, hogy teljesen mentesek ettől, de ők viszonylag távol tudják tartani maguktól az irítség és a rivalizálás érzését. A legtöbb ember viszont sajnos, és ez a szomorú része, nem szereti azt, ahol tart az életben, nem szereti azt, ahogy kinéz, nem szereti azt, ahova eljutott addig. Tehát általában nehezen ereszkednek bele a jelen pillanatba, és vagy a múlt problémáin rágódnak, vagy pedig a jövőben elérhető, vagy soha nem érhető dolgok miatt bosszankodnak, a kilátástalanságuk miatt frusztrálódnak, és ebben a feszült helyzetben, ha meglátnak valakit, akik előrébb járnak náluk, vagy fölöttük helyezkednek el, akkor erre befeszülnek. Tehát tulajdonképpen az irítség pillanatában az történik, hogy érzékelem azt, hogy neked van valamit, ami nekem nincs, és az egy olyan valami, amit én is nagyon akarok. És a rossz érzés abból fakad, hogy haragszom rád, mert ezt eszembe juttattad. Tehát tulajdonképpen téged foglak utálni azért, hogy ezt a rossz érzést keltetted bennem azáltal, hogy itt látom ezt rajtad, vagy általad ezt az adott jelenséget. És akkor ezen a rossz érzésen tud enyhíteni azt, hogyha a magunk köré gyűjtünk olyan embereket, akikkel jól ki lehet beszélni ezt az illetőt, illetve lehet kisebbíteni, csökkenteni az ő nimbuszát, Ugye? Tehát ez szolgálja a kibeszélés, ez rossz indulatú, hát mendemondák terjesztése, hogy, hogy jobban érezzük magunkat? Mert ugye az irítség, azért azt olvastam a te könyvedben is, és, és máshol is, hogy ugye az irítskedés, az olyan folyamatokat indít el az agyban, ami ugye a fájdalom központot birizgálja, vagy azt ingerli, azt aktivizálja. Tehát, hogy az irítség az, az fájdalommal jár. Van, akinél kökemény fájdalommal, tényleg van, akinél kevésbé, de hogy alapvetően egy, egy, egy tényleg egy rossz érzés, és akkor a kibeszéléssel ez, ez feloldható? Igen, két dolog fontos ezzel kapcsolatban. Egyrészt az irítség fájdalmas, és ami még fontosabb, hogy bűntudatot kelt, vagy legalábbis szégyenérzetet, tehát nem szoktuk ugye fölvállalni az irítséget. Ez nem egy könnyen vállalható érzés, mert ezt cikinek érezzük. Ugye amiért ezt cikinek érezzük, az az, hogyha én bevallanám, hogy nem tudom, pirikére irigykedem ott a társaságban, abban a pillanatban azt is elismertem, hogy Pirike valamiben elő, előrébb jár, mint én, mert arra irigykedem, akinek valamiből ugye több van, vagy valakinek megvan, ami nekem nincs. Ugye emiatt, hogy ez nem egy vállalható érzés, marad ugye ennek a fájdalma, az elérhetetlenség miatti frusztráció, és tulajdonképpen ez a rossz indulatú kibeszélés úgy is fölfogható, mint egy szelep. Tehát annyira dúzzatunk ettől a frusztrációtól, tehát nem tudunk mit kezdeni a helyzettel hogy ezt meg kell oldani, és ugye azt érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk nekünk, az nem lehet, meg nem nekünk adatott meg az az adott dolog, hogy ugye keresünk olyan embereket, akik hasonlóan érezhetnek, tehát tudjuk, hogy bennük így jó társat találunk egy ilyen témát illetően, és azáltal, hogy az illetőt pocskondiázzuk, lehúzzuk, egy kicsit kiengedünk ebből a gőzből ezt most többes szám elsőben mondom, miközben mélyen nem értek egy, egyet ezzel a dologgal. Leginkább azért nem, mert miközben másokat lehúzunk, mi valójában ugye ugyanott maradtunk. Tehát akármennyire egy pillanatnyi megkönnyebbülést hoz az ilyen rossz indulatú kibeszélés, valójában mélyen mögötte ott van, hogy én a magam pozíciója miatt borultam ki, és az ugye semmit nem változik azáltal, hogy másokat lehúzunk. Tehát tulajdonképpen ez egy kifejezetten előnytelen megoldási mód, de az indulatok kiélésére, tehát hogy tulajdonképpen haragszik az illető a másikra, mert mondom, eszébe juttatta ezt a hiányt, ezt az indulatot részben el lehet így vezetni, egy pillanatnyi megkönnyebbülést lehet érezni, hogy megbeszéljük többen, hogy azért ő sem olyan nagyszerű, azért valljuk be, hogy mennyi hibája van, vagy bármi hasonló dolgot hozzáfűzünk az adott helyzethez, ami miatt egy kicsit megnyugszunk, de mélyen belül ugyanott birizgál a dolog, tehát tulajdonképpen csak görgetjük magunk előtt azt a problémát, ami saját magunkkal kapcsolatos. Ugye az irítség az alapvetően tehát akkor ugye frusztrációból, a saját magunkkal szemben érzett kisebbségérzésből, vagy, vagy kishitűségből fakad alapvetően, és hát azért Szorongásból, meg frusztrációból az elmúlt, elmúlt időszak azért, ez a, a pandémiás időszak, ez rengeteget, so, sok új szállat is behozott az életünkben, tehát nagyon sok újabb, hasonló, negatív inger ért minket. Mit tapasztaltál nézve? Hát ugye az életünk áthelyeződött a világhálóra, ugye a közösségi médiában kommunikáltunk főleg egymással, vagy reagáltunk egymás fotóira, és azért, azért megváltozott ez a virtuális világ is ebben az elmúlt egy évben. Te, te mit láttál, mit tapasztaltál? Az indulatok sokkal hevesebben felszínre törtek most, mint mondjuk korábban? Igen, hát az indulatok szerintem elképesztően magas szinten mozognak. Szerintem nem csak az online térben, hanem a valós térben is, hogyha mozgunk, tehát a fizikai térben is, hogyha megjelenünk. Szerintem mindenki érzékeli ezt, hogy ugye itt azért nem csak a frusztráció, hanem a félelem is keveredik, tehát azért két nagyon nehéz érzésről, és még sokkal többről beszélünk, tehát nagyon sok negatív dologról, ami így összegződik bennünk, és emiatt ugye az emberek, ahogy egymástól félnek, tehát gondoljunk bele önmagában, az is, hogy a másik engem megfertőzhet. Tehát rájött még egy ilyen dolog, hogy nem csak egyébként tartunk másoktól, nem csak egyébként vagyunk bizalmatlanak, például, hogy a másik ember biztos, hogy jót akar -e nekem, vagy kedveset. Tehát amúgy is van már az emberekben egy ilyen távolságtartásra rengeteg csalódás miatt, most akár párkapcsolati csalódásokról beszélek, hogy munkahelyi fúrásokról, nehéz élethelyzetekről, hanem hogy itt bejött még egy ilyen egészségügyel kapcsolatos félelem is, tehát hogy azt gondolom, hogy emiatt aztán annyira távol kerültek az emberek, hogy önmagában közelebb lépett valaki egy lépéssel, vagy maszkot nem úgy használt, Tehát számos ilyen konfliktus helyzettel találkozhatunk nap, mint nap. Nyilván az, hogy beszűkült az életterünk, hogy kevesebb impulzus ért minket, az ugye elvitt minket igen a világhálók felé, vagy az ott tapasztalt dolgok felé, ami az arra hajlamos egyeneknél még magasabb szorongást okozott, vagy adott esetben hangulatzavar alakult ki. Tehát ez a beszűkülés nyilván nem segített. Viszont ezért hozzá kell tegyem, hogy minden ilyen krízis helyzet hozhatja ezt, hogy valaki szétcsúszik, de azt is hozhatja, hogy valaki megmozgatja az erőforrásait. Tehát az előbb, ahogy felsoroltad, hogy ugye ott van a kishitűség, és ez egy nagyon fontos kulcs szó, amikor amikor és kibeszélésről beszélünk, vagy ezekről a frusztrációkról. Mert tulajdonképpen, ha kisítő vagyok, akkor áll elő az a helyzet, hogy valójában nem hiszem el magamról. Hogy egy helyzetet meg tudok oldani, hogy egy célt el tudok érni, valamit me meg tudok ugrani. Ilyenkor érzem a frusztrációt, és ilyenkor jutatok el addig, hogy nincs más eszközöm, mint lehúzni másokat. Ez már egy kisítéségből fakad. Abban az esetben, hogyha azt érzem, hogy na jó, akkor nekiveselkedem a problémának, akkor nézzük meg, most összeszedem magam, és ezt meg fogom ugrani. Vagy ez egy kihívás, összeomlott az eddigi koordináta rendszerem, most valami nagyon újat kell kitalálni, az hozhat akár egy kreativitást is. Ez függ azért a kultúrától, függ a családunktól, amiben fölnőttünk, az aktuális környezetünktől, hogy mire serkent minket, de azért én nem csak azzal találkoztam most az elmúlt másfél évben, hogy mondjuk az emberek uh, frusztrálódnak, beszűkülnek, rosszindulatúak, hanem bizonyával is, hogy mondjuk sokkal kreatívabbak, és fölépítettek valami egészen új dolgot. De ez viszont igencsak irigykedésre adhat okot azok részéről, ugye, akiknek viszont ez nem sikerült. Tehát gondolok itt arra, hogy uh, vannak, akik nagyon ügyesen, rugalmasan váltani tudtak, ugye, és áthelyezték a tevékenységüket az online térre, és szinte meg sem érezték azt, hogy mondjuk a, a való életben beszűkültek a lehetőségeik, mert rögtön át tudták fordítani ugye a dolgokat, és akkor ez nyilván sokak számára, akiknek meg ez nem ment, ez hát roppant bosszantó lehetett. Illetve hát ne is beszéljünk arról, ugye itt a nyaralós fotóképek, akik most itt a COVID időszakban mm -hmm. is vették a bátorságot, és mm -hmm. van annyi pénzük, hogy tengerpartra utazzanak, Na, hát ez aztán pláne kiverte a biztosítékot sokaknál. Majd fogunk arról is beszélgetni a másik oldalról, hogy ők vajon miért mm -hmm. posztolnak, Igen. pláne ebben az időszakban ilyen képeket mm -hmm. magukról, de Azért érdekelne először, hogy ugye említetted azt, hogy sokunkban megnövekedett a félelem, tényleg így a fertőzéssel kapcsolat, megfertőződéssel kapcsolatos félelem. Tehát a legtöbb embernek ezt ágában sem lett volna, még ha lehetősége lett volna rá, akkor sem ment volna, utazott volna repülővel külföldre, hiába mondják, hogy bizonyos destinációk nagyon biztonságosak mm -hmm. voltak, mégis ha egyik ismerősük posztol egy olyan fotót, hogy ő elutazott, és ő megtette, és boldog a tengerparton, az meg iszonyatosan rosszul tud esni. Hogy van ez, hogy mi, mi, nem mennénk, de mégis rosszul esik, hogy ő ott örömködik fürdőgatjában. Igen, én azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet volt, amiben nagyon szétnyílt az óló, és nagyon egy ilyen szélsőséges két csoportot eredményezett. Tehát tulajdonképpen a, most, ha nagyon primitíven fogalmazok, akkor akik rosszul érték meg, vagy rosszul jártak, vagy, vagy tényleg a padlót fogtak ettől a másik, meg aki mondjuk adott esetben megcsinálta a szerencséjét. Az egyik, aki retteget bezárkozott, a másik, aki nem félt, és mondjuk elutazott, vagy volt rá lehetősége. Ugye ez az egyik szempontból ugye arra a jelenségre utal, amikor valamilyen nagy rossz dolog történik, és sokan szenvedünk, akkor az a tudat tulajdonképpen megnyugtató, hogy más is ugyanúgy szenved, mint én. Mert akkor ugye nem én vagyok a balfék, nem én vagyok a, aki porul járt, tehát nem kell ebbel a, a vesztes élménnyel, a nem, nem jártam jól élménnyel nézni. Viszont hogyha vannak, akik meg megcsinálják a szerencséjüket, és én magam is láttam ilyet, tehát akik most olyan vállalkozásba tudtak belevágni, ami most nagyon kellett, és gyakorlatilag szárnyalnak. Az meg ugye egy olyan ellenpólust mutat, ami mit birizgál? Azt, hogy lehet, hogy én is meg tudtam volna csinálni, csak nem én voltam az okos, az ügyes, a gyors, a kreatív. Na, oké, okay, de ilyenkor miért? Pocsékolja valaki az energiáját. Nyilván most ilyen állnaív kérdést teszek föl, arra, hogy ezen bosszankodjon és irigykedjen. miért nem csinálja a másik után? Akkor. Hát, hát ugye nyilván ez lenne a legjobb kimenete itt jön be az, amit mondtál, a hitűség. Tehát a, amikor olyan kultúrában nő fel valaki, nyugatabbra több ilyen kultúrát ismerünk, ahol a siker, az önmagadba vetett hit, az már gyakorlatilag a kisgyerekkortól benne van az oktatásban is, ott az emberek azt mondják, hogy ha ő megcsinálta, hurrá mert akkor ezek szerint ezt meg lehet csinálni. Tehát ilyen esetben, ilyen felfogásban ez egy reményt adó dolog. Uh -huh. Tehát, tehát ott mások sikere inspiráló. Az inspiráló. Minden. Ezért is megosztják jó szívvel ezeket a történeteket, mert az van, hogy, hogy ha-hó, ho, mindegy, hogy te hova születtél, mindegy, hogy most hol tartasz, tehát hogy, hogy kitartás, szorgalom, most nyilv, nyilván nem bárhonnan, bárhova, tehát nem bármit lehet megvalósítani, hanem hogy nagyon sok mindent el lehet érni kitartással, szorgalommal, avval, hogy öt ajtó helyett 55 ajtón kopogsz be, és nem tudom, tehát, hogy igenis, tarts ki, és csinál tovább. Tehát ilyen esetben ugye ez reményt adó dolog. Hogyha úgy nőnek fel az emberek, hogy jaj, hát ez azoknak megadatott, meg ők tudják, meg azoknak csak azért, mert azokat ismerik. Kis kapcsolatai vannak. Uram, bátyám, igen, csak ott meg föladják az oda. emberek, és ott a tehetetlenség érzés van. Itthon azért a tanult tehetetlenség érzés az egy nagyon jellemző dolog, hogy az emberek kopogtatnak, párajtön is rájönnek, hogyha ők nem oda születtek, nem azokkal haverkodnak, nem tudom mi, akkor úgy érzik, hogy föladják. Én ezt nem osztom egyébként, tehát én azt gondolom, hogy rengeteg olyan utat meg lehet próbálni, amivel meg lehet úszni azt, hogy nem feltétlen kell, nem tudom, mibe beleszületni, vagy nem tudom, ki kell jobban lenni, tehát hogy azért meg lehet találni ezeket az utakat, de nincs az illetőknek olyan személy a környezetében, aki támogató lenne a nehéz pillanatokban is tényleg kitartásra ösztönözni őket, akkor lehet, hogy előbb feladják mint kellene. Tehát én itt ebben a tehetetlenségérzést látom, és ezért ennyire irítáló, mert tulajdonképpen, ha senkinek nem sikerül, mindenki szenved, akkor megnyugodhatok, hogy csak az van velem, mint mindenkivel. Ha vannak olyanok, akiknek sikerül, akkor tulajdonképpen nem én vagyok az, aki jól járt, hanem mások is. Erre nagyon érzékenyek az emberek, hogy, hogy mások jól járnak, és ők nem. Itt van megint az összehasonlítás, ugye amiről beszélünk, hogy egy mindenkit érintő világjárvány esetén miért lehet az, hogy más még jól is jár. És itt van az utazás is, hogy tulajdonképpen szembesülök azzal, hogy az én félelmem az bénító, más meg képes úgy élni, hogy nem bénítja le ez a félelem. Lehet ezt is irigyelni hogy valaki ilyen szempontból bátrabb vagy vakmerőbb, itt most azért nehéz eldönteni, hogy melyik a kettő közül, de így értem, hogy tulajdonképpen minden olyan dolog, amit más megmer csinálni, és én nem, az tulajdonképpen azt veszegeti, hogy lehet, hogy velem volt baj, lehet, hogy én nem voltam elég belevaló, vagy kreatív, vagy ügyes. És mi van akkor, hogyha rosszul lőjük be a vágyainkat? És hogy Igazán nem is vágyunk arra, mondom, mint erre az utazásra például, tehát ugye a szívünk mélyén, de, de valahogy az a társadalmi elvárás, hogy az az ügyes, aki még ilyenkor is veszi a bátorságot, megteremtette a rávalót, és igen, fölült a repülőgépre, és lám-lám, milyen jól tette, mert szuperül érzi magát. Hát nyilván csalóka azért, az is egy jól elkapott, mosolygós fotó a tengerparton. Ki tudja, hogy az oda vezető út milyen mm -hmm. volt, meg egyébként ott a párjával előtte, Igen. utána veszekedtek -e, Tehát ugye azért ez egy hamus, mm -hmm. hamis illúzió, tudjuk. De hogy ö, egy csomó olyan dolog van, és kérlek, erősíts meg ebben, hogyha, ha hogyha jól, jól gondolom, amire ilyen hamus, hamis illúzióként vágyakozunk mm -hmm. csak, és, és az, az okoz nehézséget, meg az frusztrál, aminek valójában nem is kellene annyira. Igen, hát tulajdonképpen ennek külön fejezetet szenteltem a könyvben a gerjesztett vágyak kapcsán, aminek a lényege, hogy valójában egy csomó olyan célt tűzünk ki, amire nem mi vágyunk, de a társadalomból látott, hallott dolgok gerjesztik bennünk ezt a vágyat. Tehát tulajdonképpen kívülről irányítva nő bennünk a feszültség, hogy ezt akarjuk. Ez most mindegy, hogy egy státuszszimbólumnak a megszerzése, vagy egy élethelyzetnek, egy életstílusnak az elérése, de tulajdonképpen ez kívülről gerjesztődik, ha téged megkérdeznének, hogy valójában hogy rendeznéd be az életedet, szeretnéd de azt így és így, lehet, hogy meg se fogalmaznád ezt a dolgot, hogy miért gerjesztődik ez? Azért, mert az illúziónak a lényege az az, hogy te azt gondolod, hogy akik úgy élnek, azoknak jó. Tehát ez az egyik legerősebb bonzerő. Egyébként a szépség is ilyen például, a gazdagság is ilyen. Az emberek általában abban gondolkodnak, nem feltétlenül magára a szépségre vágynak, hanem arra az érzésre, amit átélhet egy olyan, aki annyira szép. Nem feltétlen a gazdagságra, hanem az a, arra az érzése, amit átélhet az, aki nagyon gazdag. Nem feltétlen magára az utazása, hanem annak a szabadságára, hogy. Tehát, hogy ők ott biztos jól vannak, és igen, ahogy mondod, nem kapirgálják meg, hogy valójában egyébként hogy vannak, mint ahogy tényleg minden tanulmány mutatja, ez akár a, az anyagi szinttel kapcsolatban, ugye bizonyos ö, életszínvonal fölött ugye nem hoz nagyobb elégedettséget az élettel, a, a a pénznek, az anyagi színvonalnak a növekedése, a szépség egyáltalán nem garantál párkapcsolati boldogságot, adott esetben még az sem, hogy több ember közül válogathat valaki, tényleg nem. Tehát ez egy egészen megdöbbentő dolog, hogy néha még a visszajára is sülhet el ez a dolog. Az, hogy valaki utazik, az nem feltétlen hoz neki olyan örömöket, mint amit mögé gondolunk, és igen, a mosolygós képek nagyon sokszor például fájdalmakat takarnak, sőt, minél több mosolygós kép születik, annál gyanúsabb, hogy valami funkciója van, ezt azt gondolom, hogy nagyon sokan alá tudják támasztani, meg hát ugye a, a könyv, amit én sokszor emlegetek, nem csak ennek a könyvnek kapcsán, hanem a, a legutolsó könyvem kapcsán, ugye sokat idéztem belőle, ugye a Mindenki hazudik című könyv, abban a Google keresések alapján ugye számtalan ilyen dolog bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen a, a megmutathatatlan dolgaink kompenzálásaként kerül ki egy csomó minden a, a, világhálóra, mert szeretnénk, hogy azt lássák bennünk, lár, azt lássák rólunk, és mi magunk is ezt szeretnénk látni magunkból, magunkról. Ezért, ezért alakítjuk így ezeket a dolgokat, aztán a többi, aki megnéz, az meg ott frusztrálódik, hogy nekünk milyen jó lehet, miközben mi magunk is szenvedünk. Ugye érdekes, hogy az emberek egy jelentős csoportja, ahogy mondott te is, vágyik arra, hogy az elismerésre, hogy irigykedjenek rá, tehát kifejezetten még, még egy picit úgy provokálja is, és, és ugye sokkal többet mutat magából, mint, mint egyébként aki ő valójában, pont azért, mert neki ez jól esik, fürdőzik abban, hogyha mások irigylik az életét. Mi a helyzet azokkal, akiket viszont... Ez frusztrál. Tehát az, hogy mások irigykednek rájuk, és a saját sikereiket is leplezni próbálják azért, meg kisebbíteni, hogy nehogy mások irigykedni kezdjenek rájuk, mert az az valami nagyon rossz dolog. Ők, ők hogy működnek ebből a szempontból? Ez az ősi, ez az általános, hogy félünk mások irítségétől. Tehát tulajdonképpen nagyon sok rossz dolgot, átkokat, ilyesmi negatív hozadékokat rendelünk ahhoz, hogyha mások irígyek ránk. Tehát a, ugye mások ferde tekintetétől rettegünk. Ez sokkal általánosabb, ugye miatt próbáljuk úgy alakítani, hogy ne keltsünk másokban rossz érzést, tehát ezáltal ne hivalkodjunk. Ugye azért ezt látjuk, hogy vidéken ez mennyire erős például legtöbbször ez a, ez a dolog, hogy ne feltűnő legyél, ne ne hívd magadra a figyelmet, az átlagember az nagyjából így gondolkodik. Miért? Mondhatjuk úgy is, amit szoktunk mondani, hogy magából indul ki valaki. Tehát, hogyha valaki feltűnősködik, menőzik, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, az ugye óhatatlanul fölhívja magára mások figyelmét, azok beszélni fognak róla. Tehát például arról is, hogy ő hogy ért el azt a dolgot, és itt már megint visszajutunk oda, hogy hogy van akkor a rossz indulat. Tehát, hogyha másokat irítál, a saját sikerével vagy látványos dolgaival, akkor alapot ad arra, hogy ők késztetést érezzenek, hogy őt lehúzzák. Aki erre érzékeny, az nem akar erre okot adni, tehát inkább szerényebb homlokzatot épít a házának, inkább egyszerűbb autót választ, inkább egyszerűbb ruházatban, és egyszerű módon kommunikál saját magáról szerényebben. A szerénység az tulajdonképpen ebben a kultúrában, a miénkben, ahol ugye inkább az egyenlőség kultusza volt az utolsó jó pár évtizedben, tulajdonképpen az egy előnyös dolog volt. Tehát minél inkább beleolvadtál, annál kevésbé szúrtál szemet. Tehát kilógni a sorból, nagyon kiemelkedni, az nem feltétlen volt szimpatikus, sőt, kifejezetten negatív volt a 90-es évekig, mert ugye az volt a szimpatikus, hogyha valaki a közjóért Inkább zárójelbe teszi magát. Az a szülő, aki a családért föláldozza magát, szó szerint fogalmazták így az emberek. Kevésbé az önmegvalósítás volt a cél, és pont ezért ez át is színeződött, kvázi ilyen, ilyen egoista és hasonló felhangokkal. De az mégiscsak egy faramúci helyzet, hogyha valaki tisztességes munkával, ke kemény munkával jól keres, mondjuk, és hogy ne építhessen csak azért olyan homlokzatot a házára, mert hogy a mások megszólják emiatt. Én valahol a kettők között látom a jó megoldást. Egyrészt azért tudnék kell, és erről írtam a könyvben is, hogy nagyon érdekes, hogy egy adott kultúrában mi kapcsolódik a sikerhez, és ugye itt mérhető volt, ugye volt egy kutatás, amiben azt nézték, hogy milyen asszociációk társulnak a sikerszóhoz és még nyugaton például a kitartás és a szorgalom, amiket említettél, itthon azért sokkal inkább valahogy az ügyeskedés, valahogy a, ez a hátterés. Igen, é. tehát valami olyan, ami, ami nem feltétlen, mondjuk nagyszerű dolog, tehát hogy nehezen hiszik el az emberek itt ebben a kultúrában, hogy hogy önmagában a, a, szorgalom, a tehetség az, az utat nyerhet magának. De hogyha a homlokzatról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy a szuper dolog, hogyha építhetem azt a homlokzatot, ami nekem tetszik, el tudom fogadni, hogy az már bizonyos emberek számára túl sok, és ők lehet, hogy le fognak húzni, és azt mondják, na biztos ez is abból építette azt a homlokzatot, hogy... De ne is csúszszak el a hivalkodó irányba, amit szintén kérdeztél, hogy ugye mi van azokkal, akik még többet mutatnak, mert annak a célja pedig az, hogy azáltal akarok valaki lenni, hogy föléjük helyezkedem. Tehát, hogy kifejezetten az óruk elé nyomom azokat a dolgokat, amikben szerintem egy centivel is többet elértem, mert ott tulajdonképpen az ő feszültségükből táplálkozom, tehát ha ők irigykednek, akkor tulajdonképpen bizonyítva van, hogy én, én fölöttük vagyok. Ezt azért azt gondolom, hogy kevesebben viselik jól, hiszen ennek a következménye nem az, hogy ők szeretik, hanem mondjuk tartanak tőle, ö, adott esetben lehet, hogy sztárolhatják, de ez nem a közvetlenséget hozza, nem a szeretetet adott esetben, hanem az, hogy egy ilyen távolságtartó csodálatot eredményezhet az esetükben. Beszéljünk egy picit a kárőrvendő emberekről. Ugye a témához nagyon Szorosan kapcsolódik. És az, azon gondolkodtam, amikor készültem a beszélgetésre, hogy vajon több-e az irígy ember, mint a kárőrvendő? Vagy aki irígy, az automatikusan kárőrvendő is-e? Ugye azért gondolom ezt, mert a szememben az, az irígykedés az egy picit talán enyhébb fogalom, tehát azt feltételezem, hogy azért sokan megállnak annál, hogy ferdeszemmel néznek a másikra, irigy a sikereit, de hogy a kárőrvendés az egy, az egy sokkal durvább dolog. Tehát amikor már ő, nehézség, mondjuk maradjunk itt a homlokzatos példánál, hogyha megépíti valaki a, a szép homlokzatát, és az mondjuk másnapra leomlik, és ne Isten másnak mondjuk sérülést is okoz, akkor van, aki ennek kifejezetten örül. De hogy az iri, jó, jól sejtem akkor, hogy azért ez, egy, ez azért ez kevesebb emberre jellemző sokakra, de mégis Hát kevesebbre, bíz... mint ahány rígy van, meg. Bízunk abban, hogy kevesebbre, bár mondok egy, egy kulcs szót, bulvársajtó. Tehát, hogy mire épül. Sok mindenre épül nyilván, most nem akarom így ezt kivesézni, de azért annak masszív része az, hogy a nagy sztárolt emberek is azért tudnak ilyen bének lenni, így elesni, ilyen csúnyán kinézni, elhagyatottnak lenni, alkoholistává válni, és a többi. Tehát az emberek jelentős része azért ugrik arra, hogy egy sztárolt szeméről megjelenik valami, ami lerántja róla a leplet, és ezáltal azért nem fogják olyan nagyszerűnek hinni. Tehát azért ez mindenképpen már egy egy feszültségcsökkentést okozhat egy olyan emberben, aki nagyon sok ilyen, ilyen tényleg pusztító irítséget vagy rossz indulatot él meg. Nem feltétlen személyesen az illető felé, hanem sokan úgy gondolják, hogy ez a világ akkor igazságos, hogyha az addig vegan élő emberek is porú járnak időnként. Tehát így értem a dolgot, hogy a saját szerencsétlenségüket enyhíti egy kicsit, mert mint az, hogy avval kilógnak a sorból, hogyha mások is tudnak szenvedni. Ez az, amit mondtam az előbb, tehát hogyha más is szenved, nem csak én, akkor nagyon sokan attól megnyugszanak. Ugye erről írok is példát a könyvben, csak ott mondjuk egy kirúgásról beszélek, tehát egy munkahelyi leépítésről, ahol a két azonos pozícióban dolgozó embernél, ugye arról beszélnek, hogy leépítik azt a részleget, amit ők ketten vittek, majd kiderül, hogy a másikat megtartanák, ez teljes kiborulás, mert ugye összehasonlításban mértő az, akit ugye kirúgnak, és amint kiderült, hogy végül is tényleg lépítik az egész hát üzletágat, vagy nem tudom, azt a részleget, és a másikat is kirúgják, akkor egy megnyugvás. Hogyha megnézzük ezt most csak a, a tények alapján, akkor az, hogy az illetőt kirúgják, az így is úgy is ugyanaz, ő így is úgy is újra munkát keres ezen a részen semmit nem változtat, önmagában az, hogy a másikat is, ez hozza a megnyugvást. Tehát, hogy így, ha ránézzünk, ez egy rossz indulat, eleinte irítség, aztán utána kárörvendés, de egyébként meg ő saját magát látja valószínűleg ebben az egészben, hogy így nem én vagyok a vesztes, nem én vagyok, aki porul hanem így akkor mondhatom, hogy mi poruljártunk, hiszen ezt leépítették. Ugye ezt a példát beugrott nekem is, igen, egy picit árnyal egy egyébként az a tény, hogy lett volna még egy olyan lehetőség is, ugye, hogy mindketten a cégnél maradnak talán, de az egyikőjük, ugye, magasabb pozícióba helyezik, ugye, és ez sem volt megfelelő annak, aki maradhatott volna ugyanazon a helyen, ugyanazon a munkakörben, ugyanannyi fizetésért, ahol eddig volt, tehát, hogy ez Igen. sem volt számára megfelelő, és itt egyébként beugrott, és most egy picit ilyen e, e, önkritikát is gyakorlok, hogy egyébként én alapvetően nem tartom egy kifejezetten embernek magamat, kárőrvendőnek meg egyébként abszolút nem, de hogy nekem is volt olyan szituáció a, a, az életemben, egyébként pont egy munkahelyi e, helyzet kapcsán, ami, ahol nem tudom eldönteni egyébként, hogy az az egy rossz indulatú irigység volt, vagy, vagy kérlek, most adj nekem felmentést, hogyha esetleg nem az volt, mert ott az történt, hogy Azonos szinten dolgozó emberek közül valakit, csak a kora alapján, tehát ugye ő volt a rangidős, helyeztek a többiek fölé, uh -huh. holott szakmailag ö, egyáltalán nem lett volna indokolt ez a döntés. És, és nekem ez, ez, ez az igazságérzetemet úgy, úgy, sértette, tehát hogy nem éreztem jól magamat ebben a helyzetben. Nyilván ideig még ott tovább dolgoztam, és sokan nem is teszik meg azt, hogy kilépnek egy ilyen szituációból, de mondjuk az az út is nyitott, hogy ilyenkor föláll az ember, és odébb megy de hogy ez, ez, ez irítségből adódott nálam, vagy, 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 vagy van különbség? Tehát van ilyen igazságtalanságból fakadó rossz érzés, ami azért nem, nem irítség. Hát ez, ez szerintem nem egyértelmű, hogy irítség. Tehát azért azt gondolom, hogy van egy olyan, hogy társadalmi igazságtalanság kérdése ez. Most nem feltétlen konkrétan erre az esetre gondolok, de azért számtalan olyan történetet hallottam a munkahelyen, ahol nem feltétlen az arra szakmailag legalkalmasabbat tették be vezetőnek. Inkább mondjuk a kapcsolatok voltak előtérben a döntés kapcsán, és az egy jogos indulattal jár, azt gondolom, a kollégák szemében. Tehát, hogyha én megdolgoztam valamiért, most mindegy, hogy hány éves vagyok, vagy kinek mi a kapcsolata, de hogyha a tehetség szorgalom alapján kellene dönteni, akkor ugye más lenne a döntés. Ez a világ a, az igazságtalan működés kapcsán érzett indulat, ez reális, de ez ezt nem, ez nem irítségnek hívjuk, és ez azt gondolom, hogy elég gyakran előfordul. Az most egy más kérdés, hogy mennyire bonyolult azt megnézni, hogy mondjuk egy cég működés működésében milyen feszültséget hoz, hogyha nem a rangidőst nevezik ki, hanem egy tehetségesebb, mondjuk fiatalabbat, az egyértelműen maga után hozhatja azt, hogy mondjuk az idősebb kilép, mert ő nem fogja elfogadni, hogy egy később érkezettet fölé tegyenek, és ez már lehet egy stratégiai döntés, hogy ezt akarják, vagy nem akarják, vagy azt mondják, hogy Mondjuk ezt gesztusértékűen megteszik a rangidőssel, és aztán idővel változtatnak ezen a dolgon. Tehát most itt nyilván nem ismerjük a részleteket, csak azt mondom, hogy ebben azért számtalan olyan magyarázat van, vagy legalábbis magyarázati lehetőség, ami egy kicsit föloldja az illetőt, mert itt, itt tulajdonképpen azért nem biztos, hogy ez a döntés tényleg arról szólt, hogy nem értékelik a a munkáját, hanem arról, hogy lehet, hogy a cég működése szempontjából ez átmenetileg mondjuk előnyösebb. Ahol ez nagyon méltatlan, ott azt gondolom, hogy általában az a megoldás, hogy valaki eljön, mert ennek a feszültségében lenni, hogy ott van az órod előtt valaki, konkrétan lehet, hogy irányít téged, aki arra mondjuk méltatlan, vagy azt érzed, hogy messze megelőzted, ez egy olyan tartós feszültséget okoz, tehát ez olyan napi stresszt, amit általában nem visel az ember, vagy testileg, vagy elkileg belebetegszik. Beszéljünk egy kis éles váltással a gyerekekről, mert hogy azért ha jól sejtem azért az irigykedésnek, illetve az indulatok kezelésének, a, a, hogyha megfelelő módon szeretne szeretnénk arra tanítani a gyermekeinket, akkor ezt már ideje korán el kell kezdeni, hogy neki ez sikerüljön, és felnőtt korában nyilván ne, ne, ne küzdjön ilyen nehézségekkel, ami mondjuk az irigykedésből, a rossz indulatból fakad mit tegyen a szülő, mondjuk, hogyha a test neked is két lányod van. Tehát, hogyha az irigykedés csíráját is látja náluk, ez gyerekkorban még természetes? Nem is, nem is jó, hogyha mondjuk letörjük teljesen, mert az egyfajta versengésnek is ugye a csírája azért még gyermekkorban, és az nem feltétlenül rossz, hogyha valaki jobb akar lenni a másiknál, még ebben a fiatalkorban. Tehát mikor jár el helyesen egy szülő, uh -huh. mondjuk, hogyha a testvérek közötti uh, irigykedést, uh, hát szétcsap köztük, mondjuk, oké, okay, van, aki ezt csinálja, van, aki, nem um, tudom én, mind a kettőt egyformán próbálja dicsérni, nem tudom, hogy mi, mi lehet itt a jó megoldás. Hát ő magában ugye a testvérek között elindul a rivalizálás, tehát uh, nyilván az irigység is adott esetben ott megjelenik. Egyébként szerintem akármit csinál egy szülő, nem tudja egyformán csinálni a két, vagy akár több gyerekével, tehát ebben mindig lesz egy eltérés. Én nagyon fontosnak tartom az ő nevelésük során, és aztán majd meglátjuk, hogy jól sikerült vagy nem. Én inkább azt mondom, hogy nem is erre koncentráltam, hogy hogy neveljem őket, hanem hogy én milyen váljak, mert tényleg milyen hiszek abban, amit a gyerekszakemberek mindig is mondtak, hogy tényleg nem avval nevelünk, hogy mit mondunk, hanem, hanem azzal, ahogy élünk. És én nagyon sok olyan nyugati kultúrából merítek, akár éltem külföldön, akár ott végeztem különböző képzéseket, vagy utaztam, amikor tudtam, nem most, az elmúlt időszakban, de hogy, hogy amennyi időt lehetett kintölteni, vagy amennyire engedték a, a kereteim, hogy merítsek abból a szemléletből, ami pontosan erről szól, hogyha a másiknak van valamie, az engem inspirálhat. Hiszen a könyvet is ezért írtam, mert azt láttam, hogy itthon óriási a baj ennek kapcsán. Ugye egyénikben is ezt hallgattam, csoportokon is. Tényleg azt láttam, hogy számtalan ember azért nem jut el valamettől valameddig, azért nem sikerül ö, sikeressé válnia, vagy, vagy befutnia, mert hogy nem magával foglalkozik, nem magára fókuszál, nem arra figyel, hogy ő mit akar mondani, hanem azt néz, hogy mások mit csinálnak, és az egy ilyen negatív energiát indít el bennük, és mi alatt tényleg, ez tényleg szó szerint így van, mi alatt róluk plegykálnak, vagy rossz indulaton kibeszélik őket, ezer millió jó dolgot kitalálhattak és elindíthattak volna az életükben. Én ugye általában arról írok, ami nekem is segített egy élethelyzetben. És nekem ez segített a legtöbbet, hogy valamiért amikor nehéz élethelyzetben voltam, nem azt néztem, hogy neki miért van, és nekem miért nincs, mert ebből most mire megyek. Tehát sok minden nem adatott meg nekem, ami mondjuk a közvetlen környezetem évfolyam társaimnál, egyetemen mondjuk azt láttam, hogy neki kis simán van. Most ez mindegy, hogy az, hogy kaptak egy lakást, vagy tehát, hogy bármi így elindulni az életben, vagy akár kapcsolatok, hátszél, vidéki lányként nyilván ilyeneket nem éltem meg. És annyira jó volt, hogy nyilván azért is, mert így hozta a sors, hogy csak magamra számítottam, de ennek utólag ugye örülök, de hogy emiatt arra figyeltem, hogy oké, én mit tudok csinálni. Adott esetben az, hogy elmentem számtalan helyen, vállaltam munkát, számtalan helyen ingyen dolgoztam, azért, mert azt gondoltam, hogy a szorgalomnak, a kitartásnak meg lesz a haszna. Nem mindig igazságos a világ, és nem minden ilyennek lett haszna. Tehát azt ne várjuk, hogyha valahol jót cselekszünk, annak feltétlen lesz egy jó hozadéka, de hogy összességében ez meghálálja magát, hogyha az ember így elkezd járni a, a saját útján. És annyira, annyira azt gondolom, hogy ez segített engem az utamon, hogy nem vitt el az energiámat az hogy azon bosszankodtam volna, hogy másoknak miért, hanem arra gondoltam, hogy én hogyan teremtsem meg, hogy nyilván ezt szeretném átadni, és remélhetően az én lányaim ezt látják belőlem, hogyha valamit szeretnék elérni, és azt látom, hogy valaki esetleg ezt elérte, akkor nagyon kíváncsian és nyitottan azt mondom, hogy jé, vajon ő hogy állt neki ennek? vagy mi segítette őt, amikor mondjuk nehéz volt, és általában mondjuk nyugatról hozott példák vannak előttem, tehát hogy akár tényleg kudarckezelés, ugye amiről itt a bevezetőben szó volt, hogy tényleg hogyan állnak föl abból, hogy kezelték, hogy jutottak túl azon, ha egy ötlet nem valósult meg, akkor újat kerestek, kitartottak, meddig érdemes. Tehát, hogy meríteni, meríteni más emberekből, jól hozzáállni, mert akkor töltek ezzel belőlük. Ha elkezded a rossz indulatok kibeszélést, akkor megveszítesz az energiádból, mert ugye lehet, amit mondtam, hogy pillanatnyilag megkönnyebbülsz, de egyébként ugyanott maradsz számomra olyan egyébként a plegykálkodó, rossz indulatú plegykálkodó és, és rossz indulatú kibeszélő emberek számomra olyanok, mint, mint akik megrekedtek így a, 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 gyermeki fejlődésnek egy szintjén. Mert hogy azért gyerekkorban ez, ez ugye sokkal jellemzőbb azért, hogy az indulatkezelésnek azért még nem a mesterei a gyerekek, viszont ugye a felnőtté válás során azért, meg ahogy említetted, hogy te már viszonylag korán nyilván így a nehézségek is megedzettek téged, de hogy te már az egyetemista éveid idejében felismerted ezt, hogy attól, hogy másnak van, attól attól az, az engem nem kell, hogy annyira báncsom, mert én is majd vagy megszerzem magamnak, vagy... Más úton, módon jutok el a boldogsághoz, de ugye ez tényleg egy érett személyiség velejárója, én úgy gondolom. És hát ö, ugye nagyon sokat, ö, sajnos már ö, közeledünk a beszélgetés végéhez, pedig annyi mindenről lehetne még a témában tényleg beszélni, de a végén nagyon szeretném, hogyha szótejtenénk erről a bizonyos önismereti útról, ami most nem annyira divatos, és ugye azért. Ö, te is több helyen meséltél róla, hogy érzélt az irítséggel kapcsolatosan, az, hogy tompítani tudjuk ezt a fajta frusztráltságunkat, ezt az érzést, ami az irítségből adódik. Nagyon nagy kulcsa vagy megoldási lehetősége az, hogyha valaki ezt ezen a bizonyos önismereti úton elindul, de hogy mi a csoda ez, és hmm. egyébként hogy kell be belekezdeni, és mit hozhat ez a számunkra? Csak egy félmondatot szeretnék arra, hogy így, Anó, én nem érzem egyébként, hogy annyira érett lettem volna. Tehát ez nem egy ilyen bölcs gondolkodásnak az eredménye volt, inkább valahogy nem merült föl, hogy ez elvigye az én gondolkodásomat. Inkább olyan ez, mint amikor valaki így így elfogad. Hát én inkább azt mondom, hogy így nem feltétlen uh, szerencse szerintem ezt talán az édesanyámtól hozom, őben volt egy ilyen, mondjuk őben inkább egy passzivitásra serkentő ilyen beletörődés volt. Tehát hogy így elfogadom, hogy ezt hozta az élet, és uh -huh. őt inkább mondom passzivitásra lévite, nekem meg inkább ebben a helyzetben ilyen. Ilyen megkönnyebbülést hozó volt, hogy elfogadtam, hogy nekik az dobta a gép nekem, meg, tehát így értem Igen, a dolgot. Tehát, hogy nem hogy, nézegettem de nem mindig azt voltam, az, hogy hanem mi Inkább van, csak, hogy. Jó, nem hát akkor ez tőt, van, tehát hogy most ezen görcsöhetek, de hogy, hogy így ez van, uh -huh. ezzel kezdjünk valamit. Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen fontos dolog, hogy ebben legyen egy ilyen elfogadás, hogy most patoghatunk, de egyébként ak akkor is ez van, tehát akkor is abban tudunk kezdeni valamit, ami van. Az önismereti út az nyilván egy ilyen végtelenül hosszadalmas, mert mint hogy soha véget nem érő folyamat, és tényleg ebben ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mikor, milyen életszakaszban várunk arra alkalmassá, elég erős és nyitottá, hogy szembenézzünk olyan dolgokkal, önmagunkkal kapcsolatban, amik valóban nehezek. Tehát még több év önismereti munka után is az ember bőven ott tart, hogy bizonyos dolgokat nem akar hallani magáról, nem akar meglátni magából. Egyszerűen azért, mert, mert nem akarjuk magunkat úgy látni, mert nem tudnánk akkor magunkat szeretni vagy elfogadni. Egyébként amúgy se fogadjuk el magunkat, tehát azért mélyen belül számos ö, olyan magunkat kárhoztató és lealacsonyító mondatot mondunk nap, mint nap magunknak, ami ugye erről szól, hogy van egy ilyen önmagunkkal való elégedetlenség. Mégis vannak olyan gyenge pontok, amiket nem akarunk tükröződve látni. Tehát az, az mindegy, hogy egy terapeuta, vagy a szomszéd, vagy a, a, kollégánknak a, a visszajelzése, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és tulajdonképpen ennek az útnak számomra az a leglényegesebb hozadéka, hogyha a lehető legtöbb ilyen dolgunkkal szembesülünk, és azt magunkban elfogadtuk, hogy az úgy van, vagy dolgoztunk rajta, és eljutottunk addig, amennyit azon tudunk változtatni, akkor tulajdonképpen már nem vagyunk kiszolgáltatottak. Nem rettegünk attól, hogy ezt mikor ki fogja visszatükrözni, hogy mikor lepleződünk le, mikor derül ki, hogy ilyen és olyanok vagyunk, hanem tudjuk, hogy milyenek vagyunk nagyjából, és hogyha azt valaki visszatükrözi adott esetben egy nem kellemes részünket, akkor avval kapcsolatban is elfogadásban tudunk lenni, tehát például el tudjuk azt fogadni, hogy ebből fakadóan valaki nem tud minket kedvelni, vagy nincs kedve ahhoz, hogy a társaságunkban legyen, mert miért is kellene mindenkinek ezt akarnia. Tehát ez egy nyugalom tulajdonképpen. És ha ha az irítségnél marad, maradunk, akkor egy ilyen önismereti, hosszas önismereti út az abban is segíthet, ugye, hogy, hogy felismerjük a pontos vágyainkat, hogy ne frusztráljon, idegesítsen annyira, hogyha ha másik esetleg valamiben több nálunk, mert mondjuk elkezdjük értékelni magunkat, és rájövünk arra, hogy mi meg másban lehetünk jobbak, és akkor így már lehet, hogy egy picit egyensúlyba, jobban egyensúlyba kerül az életünk akár, és kevésbé figyelünk másokra. Tehát ez lehet egy ilyen konklúzió, vagy ilyen végszó, hogy inkább magunkkal foglalkozzunk többet, ne annyira a külvilággal, és az a sokkal. Én jobb azt lehet. szoktam mondani, hogy amikor valaki elkezd minket nagyon irítelni, hogy általában, de ha maradunk az irítség kérdésénél, akkor azt mondjuk, hogy valaki mégis benyomja, benyomja rajtunk az irítség gombot, tehát azt mondjuk, hogy így összeugrik a gyomrunk attól, amit látunk, akkor valamihez közelebb kerültünk, amivel dolgunk van. Tehát, hogy valójában tényleg lehet, hogy arra vágyunk, vagy azzal kapcsolatban van egy frusztrációnk, hogy azt nem értük el. Ilyenkor, hogyha annyit el tudunk kérni, hogy nem a másikat kezdjük utálni, lehúzni, kibeszélni, mert ő keltette bennünk ezt a rossz érzést, hanem például ilyenkor magunkba tudunk merülni. Miért is irritált engem ez az illető azzal, amit elért, felmutatott, amilyen van? Miért érzem ettől magam rosszul? Miért ugrott össze a gyomrom? Miért nem akarom látni? Miért nem akarom, a eljöjjön abba a társaságban? Mitől félek? Miben leszek én kevesebb? Mit tettem én azért a dologért, hogy azt megszerezzem, vagy a másik kérdés? Tehát mit tettem, megérte, vagy mi az, amit nem tettem meg? Ugye, hogy pontosabban fogalmazok, mindig, hogyha meg kell néznünk, hogy valamivel dolgunk van, vagy van valami, amit meg kellene tennem, de még nem tettem meg, vagy valamit nem kellene csinálnom, amit csinálok gyakran. Tehát, hogy ezek a változások, amiket meg kell tenni. Az ugye másik, az hol tart az ilyen szempontból. Nem segít, de hogyha tulajdonképpen érzünk egy pillanatnyi hálát akkor, amikor valaki rajtunk benyomja a gombot, hiszen segít nekünk a, abban, hogy közelebb kerüljünk a saját vágyainkhoz, vagy a frusztrációinkhoz, és így el tudunk indulni az úton, akkor tulajdonképpen merítettünk egy ilyen negatívnak tűnő élethelyzetből is. Na lesz még gondolkodnunk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Az elmúlt közel egy órában dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológussal beszélgettem a, az indulatok, a bennünk dúló feszültség helytelen kezeléseként jelentkező irítségről, kibeszélésről. Én német Szilvia vagyok, köszönöm a sok felismerést, és remélem, hogy a hallgatóknak is tanulságos volt ez a beszélgetés. A Spiritus adásait megtalálják a Spotify-on, de elérhetők a népszerű podcast applikációkon keresztül, a képmás.hu podcast rovatában és a Képmás magazin YouTube csatornáján is. Bármelyiket is hallgatja, kérjük iratkozzon fel rá, hogy azonnal értesülhessen az új adások megjelenéséről. Ha tetszett a mai műsor, köszönjük, ha értékeli az epizód alatt. Viszont hallásra!